Köszöntöm a Telena magazin nézőit, kerekasztal beszélgetésre és reggelire hívta a városban működő vállalkozások vezetőit, Tolna polgármestere és alpolgármestere. A helyi költségvetés közel harmada a cégek adóiból folyik be az önkormányzat kasszájába, ezért kezdeményezte a város vezetése a rendhagyó kötetlen beszélgetést. A városban helyi adót fizető és az ott lakókat foglalkoztató cégek vezetőit hívta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere az első alkalommal megszervezett kerekasztal beszélgetésre. Most már évek óta hagyományosan partnerségre hívjuk a vállalkozókat. Most egy kicsit könnyedebb formáját választottuk ennek. Tehát én most egy kerekasztalt nevezzük kerekasztalnak. De hívtam a vállalkozókat. Továbban korábban egy bő tájékoztatót kaptak arról, hogy a város gazdasági helyzete fejlesztései hogy alakulnak. De tekintettel arra, hogy azért ez nem változik. Tehát nyilván, ami tavaly előtt terv volt, és tavaly megvalósult, én most arról tudnék beszámolni. Tolnán az önkormányzat költségvetése tavaly közel 1,5 milliárd forint volt, ebből több mint 460 millió a városban működő cégek adójából folyt be. De nem csak ezért fontosak a helyi cégek az önkormányzatnak, hanem mert rengeteg Tolnán élő embernek adnak munkát. Én megköszönöm nyilván azt a tevékenységet, amit ők végeznek, részben azért, mert jelentős adóbevételt fizetnek a városnak, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy nagyon sok tornai embert foglalkoztatnak. Tehát ez azért kétoldalú, hogy egy vállalkozás mitől működik jól. Nyilván, mint ahogy el is mondtam, a cél az, hogy minél magasabb árbevételt és minél több fejlesztést tudjon egy vállalkozás, akár kicsi, akár nagy évvégére teljesíteni. De nagyon fontosnak tartom azt is, még egyszer mondom, az adóbevételeinken túl, ami a tavalyi évben egy kb. 460 millió forintos szelet volt a város költségvetésében, ami egy nagyon jelentős szelet egyébként tekintettel arra, hogy megközelítőleg 1,5 milliárd a város költségvetése, a költségvetés főösszege. Tehát ebből azért 460 millió forint az majdhogy nem a harmada. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezek a vállalkozások ilyen jól működnek. Három klasszikusan nagy vállalkozás van a településen. Ők nyilván ennek a nagy összegnek a jelentős részét ők fizetik meg, és ők nagyon sok embert, több száz embert foglalkoztatnak. De a kicsik is ugyanolyan fontosak, hiszen nem is tudna mindenki mondjuk 500 fő felett foglalkoztatni, hiszen egész egyszerűen nincs ennyi munkavállaló a városban. Szóba került az is, hogy akár kicsik, akár nagyok a vállalkozások, komoly munkaerő problémával küzdünk. Mi egyébként, mint önkormányzat is, tehát akár a polgármesteri hivatal, akár a többi intézmény tekintetében bizony nagyon meg kell, hogy becsüljük azokat a munkavállalókat, akik nálunk dolgoznak, mert hogy elég nagy a kereslet mindenféle tekintetben. Az önkormányzatnál ezért igyekeznek olyan fejlesztéseket végezni a városban, amik még élhetőbbé teszik a települést. Tavaly évben nyertünk egy több mint 450 millió forintot új bölcsőde építésére. Ez is egy több százmilliós projekt. Jövőre, illetve ebben az évben még nem lesz meg a bölcsőde, mert ugye ez egy zöldmezős beruházás. És itt nyilván a tervezés, kivitelező kiválasztása, engedélyeztetése, ami egy hosszabb idő még előttünk áll, de én remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni azt is, és akkor azt a 24 gyerkőcöt majd, akik talán ma még meg sem születtek, de majd ebből bölcsődébe tudják vinni a szüleik. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Tolnatex BT. 290 alkalmazottjuknak 90%-a helyi vagy a környező településekről jár be Tolnára dolgozni. A cég vezetője azt mondja, Tolnán olyan gazdasági környezetet teremtett a helyi önkormányzat, amiben könnyen tudnak növekedni. Segítségnyújtásban, amiben csak tudnak, segítenek nekünk, hogy itt elsősorban különböző épületek építésével kapcsolatban, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban van kapcsolatunk az önkormányzattal, és eddig minden támogatást megkaptunk az ő részükről. A vállalkozói kerekasztalból Tolnán hagyományt akarnak teremteni, mert, mint mondták, így kötetlenebb formában tudnak arról egyeztetni, hogy milyen fejlesztéseket tervez az önkormányzat, és hogy azok mennyire illeszkednek a helyi cégek elképzeléseihez. Farsangi összejövetel tartottak a tolnai nagycsaládosok. A jelmezek között voltak egészen kreatívak is, és természetesen a hangulatra sem volt senkinek panasza. Mutatjuk, hogy telt a nagycsaládosok farsangja.
Mözsön a helyi művelődési házban csontvázak, boszorkányok, mesebeli figurák és filmhősök táncoltak együtt szombaton késő délután a Tolnai Nagy Családosok Egyesületének farshangján. Csontváz, a mamától kaptam a jelmezt. Válogattunk ruhákat, és megtaláltuk ezeket, és akkor gondoltuk, hogy ezek jók lesznek. A farsang szervezői kifejezetten a kisgyermekes családoknak kedvező időpontra tették a jelmezes rendezvényüket. Végül több mint 100-an vettek részt a közös programon. Teljesen egy új egységet próbáltunk kialakítani abban, hogy nem késő este 7 órakor kezdtük el a farsangi bált, hanem most a gyerekek véget megpróbáljuk ezt a 17:30-as kezdést. És nem báli jellege lesz, hanem egy kicsit ilyen diszkó feelingje lesz az egész farsangi bálnak. Megpróbáljuk és meglátjuk, hogy a jövőben esetleg ezt továbbra is alkalmazzuk-e, vagy hogy mennyire válik be az egyesület tagjainak is. Mindenféle tombola felajánlásból tombolákat szoktuk ugye általában készíteni. Most is lesznek tombolák, annyi, hogy most nem szó szerint tombola sorsolást fogunk végezni, hanem ugye előre vannak készítve a számsorok, amik már fel vannak számozva a tombolák, és hogyha kihúzza, akkor rajta van, hogy nyert vagy nem nyert, és hogyha nyert, akkor rajta van a szám, és azt a számú nyereményt veheti át az asztalnál majd. A fő nyeremények, mind a torták, vagy van egy nagyobb felajánlás hidegtára is, azokat általában azért a végén majd azt az 5 darabot azt ki fogjuk sorsolni a belépő jegyekkel. A Tolnai Nagy Családosoknál néhány napja volt elnökségi tisztújítás, az új elnök pedig tele van tervekkel. Én megpróbálom továbbra is azt, amit az Éva néni elkezdett itt az egyesületben, vagy előtte ugye a Lőrinc Laci volt az elnök, de az Éva néni ugye 21 éve az egyesület elnöke volt. Nagyon magasra tette a lécet számomra avval, hogy igazán aktív egyesület vagyunk, és én szeretném ezt továbbra is vinni, hogy az egyesület célja nem csak a maga a család, az összetartás, hanem ugyanúgy ez a dinamizmus és egymás segítsége legyen meg, és mindenképpen belevinni azt, hogy a gyerekeket is az új technológiának megfelelően esetleg jobban ösztönözzük a kirándulásokra. Itt például gondolok arra, hogy tervezünk áprilisba egy olyan fajta kirándulást, ez a geoláda keresés, ami ugye applikációval történik, de mégis a szabadban, és reménykedünk abban, hogy így jobban ki tudjuk őket mozdítani. Heti gyűlésen elfogadtuk az új munkatervi rendünket, az éves tervet. Áprilisban ugye így szeretnénk ezt a geoláda keresést, majd májusban 16-án tervezzük, május 16-án a családi napot, a gyereknapot és a sportnapot így együttesen lent a Dunaparton, ahogy minden évben is szoktunk. Júniusban, júliusban terve van ugyanúgy, most nem a balatoni kerékpártúra, hanem a Velence körül tervezzük, vagy a kerékpár, vagy a kenuzás részét, hogy körbejárnánk. Szeptemberben pedig a Balatonra megyünk az éves nagycsaládos találkozóra. Az egyesületet korábban vezető Baksainé Kenesse Éva azért nem vonul vissza teljesen a közösségért végzett munkától. A háttérben továbbra is segíti az új vezetőséget. Sikerült az, amiről már évek óta beszéltünk, hogy szeretnénk fiatalítani, szeretnénk átadni a stafétabotot,
ez most megtörtént, új tagok is léptek be, fiatalok, tehát amit már régóta szerettünk volna, úgy néz ki, hogy most sinem van a dolog, hogy egy ilyen tisztújítás, egy ilyen váltás nem máról holnapra megy. Tehát ezekbe a dolgokba bele kell jönni, őnek is ki kell építeni a kapcsolatokat, meg kell ismerni azokat az embereket, ahova segítségért fordulhat, a tagságból is, hogy ki az, aki, tehát hogy ki miben tud segíteni, tehát azért ez egy hosszabb folyamat, de nyilván a háttérből teljes betobással segíteni fogjuk. Tehát nem az van most, hogy hátradőlök és próbálom a lábam. Még nem, majd pár év múlva. Most rövid reklám következik, majd Veszeli Gáborral beszélgetünk a kézjegyről és az azt követő tervekről, maradjanak velünk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Új házat épít, átalakít vagy felújít? Akkor keresse a Kádzi építőanyagot Tolnán. Ha a festéket, vakolatot, szerszámot keres, a legjobb választás a Bitomaszi Kft. Tolnán, a Bajcsi utca 22 szám alatt. Nálunk mindent megtalál, amire házának szüksége lehet. Homlokzati hőszigetelőrendszerek, vakolatok, festékek, akár helyszíni színkeveréssel is. Emellett lazúrok, zománc festékek, szerszámok nagy választékával várjuk. Több mint 100 négyzetméteres bemutató termünkben tapéták, bordűrök, álmennyezett lapok színes kínálatából is válogathat. Forgalmazunk kötőelemeket, barkácsoláshoz szükséges szegeket, tipliket, csavarokat, fúrószárakat. Ne feledje, színt viszünk az életébe. Szolgáltatásaink személyre szabott árajánlat készítés, szaktanácsadás, helyszínre szállítás. Nézzen be hozzánk, érdemes, Kádzi festéküzlet Tolnán a Hősök terével szemben. Ha február, akkor karnevál. A Romkár Travel Szexádon a főpostával és Tolnán a Penny Markettel szemben várja az utazni vágyókat. Tartson velünk a Riói karnevál után a második leghíresebb és legnagyobb karneválra a világon. Vegyüljön el a Szent Márk tér hatalmas báltermében, készítsen közös fotót a fantasztikus jelmezekbe öltözött emberekkel. Ünnepelje kedvesével a Valentin napot egy igazán romantikus helyen. Autóbuszaink non-stop járatai 2020. február 14-e és 16-a, illetve 2020. február 21-e és 23-a időpontokban indulnak a vízi városba. Részvételi díj 13.900 forint per fő. A részletekről érdeklődjön irodánkban, vagy látogasson el Facebook oldalunkra, ahol folyamatos akciókkal várjuk. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703.
Figyelemre, emberségre, kiváló tanulmányi eredményekre vágysz? Netán szúnyod benned némi tehetség, de nincs hol megmutatnod? Vagy szeretnéd megtalálni, hogy miben vagy tehetséges? Akkor a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a helyed. Nálunk emelt óraszámban tanulhatod az orosz, az angol, a német és az olasz nyelv bármelyikét. Az iskola több évtizedes múltja, a jól képzett tanári gárda és az elérhető programok garantálják a felkészülést az érettségre és a továbbtanulásra, továbbá az elégedett életre. A kötelező órák után pedig szakkörök, sport és tehetséggondozó foglalkozások, a diákok által szervezett ingyenes programok várnak. A színjátszó körben lehetőség nyílik megmutatni, mi rejlik benned. A Pécsi Tudomány Egyetemmel való együttműködés révén már itt bekapcsolódhatsz az egyetemisták életébe. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, ahol te számítasz. Két évtizednyi munka után lezárult egy korszak Veszeli Gábor a Kézjegy Alkotói Közösség vezetője életében. Az antológia utolsó száma is megjelent, ám a népszerű újságíró a maga fanyar humorával tovább szórakoztatja az olvasókat, többek között azzal a kötettel, melynek jelentős részét azok az állambiztonsági jegyzőkönyvek adják, melyek Veszeli megfigyeléséről szólnak. 2010 volt az az év, amikor a Kézjegy Klub elnyerte az év civil szervezete kitüntetést Tolna megyében. A klub alapította és adta át két évtizeden keresztül a Csányi plakettet a megyei írott sajtóban dolgozók elismerésének, és ugyancsak ebben a két évtizedben a Tolna megye művészetért elismerést is, írók, képzőművészek, népművészek elismerésére. A Kézjegy Klub Veszeli Gáborhoz kötődik, akit nem kell bemutatni, hiszen írásaival sokaknak szerzett már sokszor vidám, sokszor elgondolkodtató perceket. Azt kevesen tudják róla, hogy alapvégzettsége szerint földmérő. Dolgozott az M5-ös autópálya kitűzésén is. 30 évesek lehettünk nagyjából a legtöbben, alakítottunk egy ilyen egyesületet, csak az a baj, hogy közben eltelt újabb 30 év, és nincsen meg a következő generáció. Tehát én ezért jutottam hosszas töprengés után arra az elhatározásra, hogy bár saját gyermekem a Kézjegy Klub, de itt most húzunk egy választóvonalat. Az egyesület nem szűnt meg, de ezt a típusú antológia kiadást, amit 25-30 éven keresztül csináltunk, ezt most befejeztem egy Végszó című kötettel, amiben többen is írtunk. Azelőtt az antológiákban 30-40 ember írt, főleg Tolna megyeiek, de Tolna megyéből elszármazottak is. Arról van szó, hogy hosszú időn keresztül már magam csináltam mindent. A pénztárosunk meghalt, akkor a pénztárt is én csináltam, a könyvelést is én csináltam, a pályázatírást is én csináltam, a pénzszerzést is, az elszámolásokat is. És ez már így már soknak tűnt. Sokszor olyan pénzeket szereztem az egyesületnek, milliós nagyságrendről van itt szó 20 év alatt nyilván, aminek legalább a felét a saját dolgaimra is szerezhettem volna, mert én magam is írok nyilván könyveket, és azt is finanszírozhattam volna ezekből a pénzekből. De hát ezt úgy becsületbeli ügynek tartottam, hogy ha minden évben megjelenik a Kézjegy antológia, akkor a következőben is, a következőben is jelenjen meg. A Kézjegy legfőbb értéke a maga a létezése, mondja a szülőatty. Azelőtt nem volt, és lehet, hogy ezután nem is lesz ilyen évente megjelenő kiadvány, amiben publikálhatnak, mert körülbelül 150 szerzőt számoltunk össze, aki az évek során ebben publikált, és nagyon sokan, hogyha irodalmárok lesznek végül, úgy fogják kezdeni ezt a szakmai életrajzot, hogy első írásom a Kézjegy antológiában jelent meg. Aztán hát mindenképpen ott vagyunk a könyvtárakban, helytörténeti szempontból is fontos lesz majd, remélhetőleg idővel ráébrednek. Ijés Gyula is azt mondta, hogy ha valami megszűnik, vagy egy író meghal, akkor a halála utáni 10-20 évben kezdenek rádöbbenni, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez is olyan dolog, amikor nincs, akkor veszük észre. Veszeli 20 könyvet jegyez ez idáig, mert azt mondja, maradandóbbat szeretne alkotni. Így például megírta azt a dokumentum kötetet is, melyet a saját az államhatóság általi megfigyelésének dokumentumai adják. Ennek a 80%-át az állambiztonság írta ennek a könyvnek, meg én csak bemásoltam a jegyzőkönyveket. Egészen fiatal pályakezdő mérnök koromban egy Kunszentmáton nevű faluban, akkor még faluma már város dolgoztam, és esténként eljártunk ugye 20 éves pályakezdő mérnökök a kocsmába sörözgetni, és mint kiderült, a kocsma padlásán megfigyelő bázist alakítottak ki a 3x3-as ügynökség emberei, és a pincér beépített ember volt, és ahhoz az asztalhoz ültetett bennünket, ahol a vázába mikrofon volt beépítve.
És 2016-ban váltak ezek publikussá, én csak úgy blindre lekértem a dolgokat az Állambiztonsági Történelmi Levéltártól, és kiderült, hogy 190 oldal megfigyelési anyag volt rólam. Ott Kunszent Márton mellett például van egy Cserkeszőlő nevű falu, ott kimentünk egy présházba bulizni, és a szőlőnek a négy sarkán 24 órás váltásba ott voltak a megfigyelők. Ez le van írva a jegyzőkönyvben, én bemásolgattam ezeket a jegyzőkönyveket. Egymást váltották, ott volt a jegyzőkönyvben, hogy iratot ne vigyenek magukkal, hogyha lebuknának, akkor ne tudják, hogy ők kicsodák, és minden jegyzőkönyv végén ott van a szükséglet, hogy ember 15 fő, mit tudom, gépkocsi 3 darab, abból 2 legyen magárendszámú, éjjellátó fényképezőgép, ami csúcstechnika volt abban az időben, és így tovább, és így tovább. Nagyon érdekes kis könyvet sikerült írnunk közösen az Állambiztonsággal. Van egy nagyon finom humora, és ezt kamatoztatni is próbálta, akkor, amikor a humorfesztiválra is benevezett. Annak idején a Ludas Batyiba is írtam, humorfesztiválokon is indultam, középdöntőig jutva. Egyik évben az Éles István nyert, amikor én ott voltam, a másikban meg a Galla Miklós, akkor még Holló Színházzal. Ők voltak a favoritok, én a középmezőnyig jutottam. A könnyű műfaj sokan azt hiszik, hogy valóban könnyű, de azért keményen meg kell dolgozni. Karintitól tudjuk, meg Örkénytől tudjuk, hogy nem olyan egyszerű a történet. Nem szabad, hogy izzadmányosnak látszódjon. Hát egyszer utaztam egy hajón egy 80 éves nénivel, aki egy ilyen két lábon járó irodalom történet volt, meg az Adi Csinszkáját is ismerte, meg a Radnóti Fannia volt a barátnője, meg az Eszterházi Péter anyukája, tehát sokat beszéltünk ezekről a irodalmi dolgokról. És ő mondta először, meg megmutattam neki egy akkori írásomat, hogy ez azért jó, mert nem erőltetett. Tehát én igyekszem őszinte lenni, ez sokszor a feleségemnek se tetszik, mert időnként ilyen belső dolgokat is kifecsegek, amiket nem kéne, de úgy gondolom, hogy ennek az élet minden területén így kéne lenni. Sokan nem így gondolják, úgyhogy ezért nekem volt 6-8-10 munkahelyem. Meg szerettem megmondani azt szemtől szembe, amit mások a háta mögött mondtak a főnöknek, akik egyébként szemtől szembe puszipajtásai voltak. Az írás nem lehet befejezni, ha az ember erre születik, mondja. Úgyhogy ez engem is végigkísér egész életemen keresztül, hiszen 12 éves korom óta írok. Rangadó specialitásnak is nevezhető a nyáron két válogatott játékosát elvesztő Tolna Mözs a női futszál NB1-ben. Már ott volt az övén a csapatnak mindhárom hozzájuk képest nagy csapat, a TF, a Debrecen és az Astra Kiskunfélegyházas kalapja ebben a bajnokságban, és elérkezett a listavezető fővárosi testnevelési egyetemisták csapata elleni idei második összecsapás. Neves női futzáljátékosok is helyet foglaltak a TF Tolna Mözs női NB1-es futzárrangadón a Tolnai Városi Sportcsarnok lelátóján. Varga Adél és Gancer Hajnalka, a magyar női futzálválogatott Tolna Mözs, illetve Szekszárdi játékosa, a nyáron, mint ismeretes, a igazán nagy terveket tövögető Kiskunfélegyházi Asztrához igazoltak. A bajnokságban negyedik helyen álló több 16 éves saját nevelésű játékosát dicséretes módon a nagy csapatba beépítő Tolna Mözs már eddig nem várt nagy skalpokat gyűjtött be. Legyőzték ugyanis a második debreceni EAC-ot és a sztárokkal teletűzdelt Asztrát is, nem különben az illovas TF csapatát is, mégpedig idegenben 1-0-ra. Azért csak negyedik a kék-fehér alakulat, mert a nyerhető meccseken többször is pontokat vesztett Nagy Roland csapata. Vajon folytatódik-e a skalpadászat, mert hogy a TF volt ezúttal a vendége a legutóbbi bajnoki fordulóban a Tolna Mözsnek. Már az első 5 percben kiderült, ezen a rangadón ugyanúgy kevés gól fog születni, mint a fővárosi meccsen, ahol egyetlen Tolna Mözsi találat végül is eldöntötte a meccset. A feketemezesek több kiemelkedő fizikai adottságú játékosuk révén, akik technikailag is persze nagyon rendben vannak, ritkán látható zártsággal védekeztek, nyerték sorra a párharcokat, no de csupán ettől aligha Pádár Anita révén hazai sztárral is rendelkező egyetemisták állnának a táblázat élén. Kiderült, a lehető leggyorsabban játszó csapat az övék, amiből igyekezett felkészülni a hazai csapat, amely dicséretet érdemel most is bátor, sokpasszos,
olykor ötletes játékáért, amivel sikerült közeli ígéretes gólhelyzetnek nevezhető szituációkat kialakítani, lázba hozva ezzel a közönséget. Az ex-tolnamözsi kapus Ősz Csenge bravúrokat mutatott be a TF portáján, ahhoz, hogy ne zörrenjen meg a TF hálója. Igaz ez a megállapítás a másik oldalon is, Decki Vanda kapus remek reflexeire ugyanúgy szükség volt ahhoz, hogy az életveszélyes kéthúzásos TF-es kontrák sokaságából ne szülessen előbb vagy utóbb TF gól. Már-már úgy tűnt, hogy 0-0-ra zárul az első játékrész, ám egy jobboldali beadás után fél méterről bepöckölt Pádár góllal a fővárosiak szerezték meg a vezetést a félidő végén. Kemény, de sportszerű belemenések a játékosok részéről hosszas reklamációk hatására a második félidőben a tolnamözs is 9 méteres büntetőhöz jutott. Amíg a vendégekét Decki Vanda bravúrosan kivédte, a tolnamözs Szüllős Alexandra révén látványos nagy lövéssel egyenlített 1-1. Nagy erőket mozgósított a kék-fehér alakulat a győztes gólért, mindez a TF-re is elmondható volt. Helyzet akadt mindkét oldalon a nagyiramú változatos meccsen, de a kapusok bravúrjai okán ezek kimaradtak. A TF kontráinak egyike a félidő derekán azonban utat talált a hálóba. Az első gól szerzője tempóelőnyét érvényesítve végigrobogott a pályán, és megint Pádár tette fel arra a bizonyos írelpontot. Tolnamös TF 1-2. A játék összképe alapján bizony az egy pontra mindenképpen rászolgált volna a tolnamözsi csapat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg helyzetünk volt, viszont ezeket sajnos nem jól használtuk ki. Az írama szerintem valóban jól volt, nagyon jól mentünk. Véleményem szerint egy döntetlen igazságosabb lett volna ezen a meccsen. Milyen tanulság lehet levonni a Debrecen elleni meccsen, meg az elkövetkező nagy rangadó? Mindenféleképpen szerintem inkább pontosítanunk kéne a passzunkból, ugyanis a kontráikat sajnos ezekből tudták elindítani. Úgy gondolom, hogy fizikálisan képesek vagyunk bármelyik csapatot megvenni jelenleg a bajnokságban, az adott állapotunktól függ. Gratulálok a TF-nek, rendezettek voltak ők is. Bízom benne, hogy ezekből a hibákból tanulunk, és ezeket az edzőnk ki fogja elemezni a következő edzésünkön. A TF edzője elismerte, hogy szerencse is kellett a győzelmükhöz, de mint mondta, csapatuk kellően felvértezett az ilyen nehéz meccsek megnyerésére is. Én a különbséget abban érzem, hogy talán mi egy picit az átlagnál több helyzetet ki tudunk dolgozni, viszont kihagyjuk őket jelen pillanatban. Úgyhogy, és itt így kialakul egy ilyen eredmény. Ez benne volt ebben a mérkőzésben egyébként, hogy ezt a tolnamözs ugyanúgy megnyerette volna. A tolnamözs lesz az a csapat, aki szerintem be fog osonni negyedik helyre, mert a négy játszik majd rájátszást, elődöntőt meg döntőt. A tolnamözs a hétvégi Magyar Kupa negyeddöntő visszavágón szeretne vigasztalódni, bár elkeseredésre semmi okuk. A tabella negyedik debreceni egyetemistákhoz utaznak egy gólos előnnyel a nagyon fontos visszavágóra. Itthon 4-3-ra nyertek egy roppant gólgazdag mérkőzésen. Egy döntetlen már elég a Magyar Kupában a négybe kerüléshez, de a lányok jól tudják, ezt csak úgy érhetik el, ha ugyanúgy győzelemmel játszanak, mint az első meccsen, vagy most legutóbb a bajnokjelölt TF ellen tették. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!